Vivaldi, Bach, Beethoven. Hát ott jártam általános iskolába Mátészalkán, és hát a rajz ment a legjobban a többi tantárgyakkal szemben, úgyhogy odáig jutottam, hogy emlékszem, Jászovicsnak hívták a rajztanáromat, és 8. azt mondta, hogy tartsam meg inkább az órát én, mert ő nem tud úgy rajzolni, ahogy én, és emlékszem, hogy akkor kellett ilyen konzervdobozokat rajzolni, és hát az ellipszis, és hogy mindenkinek jól sikerüljön, már akkor volt ilyen nylon füzettartó kis tasak, és akkor arra felrajzoltam egy ellipszist, és azt mindenki le tudta másolni, úgyhogy mindenki 5-öst kapott rajzból, mert csak átnyomta a papírra, és hát mert az ellipszist azt nagyon nehéz volt rajzolni. Hogy is mondta apám, hogy hát szóval milyen boldogságot jelent az számára, hogy egy hályog műtét után, és emlékszem, akkor még én világítottam végig ezt a borzalmas műtétet, ami hát úgy kezdődik, hogy kiszúrja a szemet keresztbe, hát több injekció után hát leengedi a csarnokvizet, és utána kis szikével végighajtogatva a hártyákat, a végén pötty, kinyomja magát az elhályogosodott lencsét, és akkor begyógyul a seb, és utána a paciens kap egy szemüveget, és soha nem felejtem el, hogy ez az ember, amikor a szemüveget kapott, a apám nyakába borult, hogy látok, doktor, mert addig nem látott semmit. És a szemüveg pótolta a lencsét, és látott. Tehát óriási érzés, és
Hát én nem vitatkoztam, én csak beszélgettem apámmal, hogy nekem is azért jól esik, amikor hát látják a képeimet, és akkor azt mondják, hogy jaj, de szép, de jó. Tehát az örömszerzés azért mind a két szakmában benne van, én úgy érzem. De nem, ő neki még nincs hangja, csak sírni szokott, ha egyedül hagyjuk. Na jó, ennyi. Na, megvan. Meg lett örökítve. Piszkosul szeret. Nem volna, hát most már rá kell döbelni, nem tudom átölelni a világot, hát egy rész marad, de az a rész azért az legyen enyém, azt tudjam, azt igazán tudjam átölelni. Igazán. És ami még nagyon fontosnak, ez egy intim dolog, de is egyre inkább érzem a szeretet jelentőségét, fontosságát az emberi életbe. Az érzelmek és a szeretetnek a jelenlétét, ami lehet, hogy azért, mert nagyon-nagyon sok minden pontosan most ellene szól. Mint hogyha azt írtsuk ki, és váljunk gépezetté. Nagyon nagy jelentősége van. És azt hiszem nem csak az én szakmámban. Nyilvánvaló az én szakmában feltétlenül, de más embereknél is az, hogy szeressen. Egy pillanat ez az egész, úgyis ez az egész. Nagyon szeretem a természetet, és hát itt azért van látvány, és olyan égi játékok, és olyan, hát az időjárástól függően, ami talán a városban kevésbé észlelhető. Egy-egy vihar előtti hangulat, vagy az utána lévő fények, tükröződések, hegyek, ez engem nagyon megfog. Ám bár nem vagyok az a típus, aki ki tudok ülni a partra vászonnal a táj elé és ott festeni, hanem ezeket megőrzöm, és valahol itthon előjönnek, amikor festek. Tehát
Mert ez egy hang, ez egy hangulat. És hát az egész, talán piktúrálna teljesen, hogy mit csinálok. Úgy érzem, akkor jó valami, hogyha valami hangja vagy hangulata van a képnek. Na de hát ezek hozzásegítenek. Inkább ez a millió úgy hozzásegít. Jó, jó itt dolgozni. Hát itt is jó dolgozni. Nem, ennek van egy hangja, egy hangulata, hogy most is hallod, ahogy a víz csopog. És... jó. De... hát... hát nem véletlenül választott ezt a helyet a Mátyás király. Milyen jó helyre építkezett, nem? Hát... nem lehet. Hát ez azért... ő is ott fölment, biztos leült oda a kis székre, aztán nézegette, hogy milyen jó hely ez a Dunakanyar. Szép. Még időnként halak is vannak, uszkálnak benne. Forgászás? Azt én ki, azt kihagytam. Már. Gyerekkorban? Gyerekkoromban apámmal, akkor elmentem, akkor horgáztam, de valahol úgy nem, meg vadásztam is, de a vadászást is abba hagytam, horgászást is. Nem tudom. Volt nekem egy ilyen madárkalandom, volt egy rossz álom, és akkor a valóságban megismétlődött, hogy nem akart szegény elpusztulni. A fiam kedvéért lőttem rá hosszú-hosszú évek után, és soha nem felejtem el a vádló tekintetét annak a galamnak, amiben már rengeteg golyót beleengedtem. És akkor... akkor úgy éreztem, hogy nem lövök többet, még madárra sem. Na de ez magánügy, ez úgyhogy én abba hagytam. Hát régen gyerekkoromban sokat jártunk, és jó volt, mert ez egy csodálatos élmény, csodálatos dolog maga a vadászat is. Mert a vadászatnak is megvan azért a kultúrája, és aki Széchenyit, Gittenbergelt olvassa, hát ez egy... Fekete István. Egy csodálatos dolog, a természet közel hoz az ember. A vadászat csak egy ürügy, ám bár megvan az izgalma, tehát ahogy egy vadat becserkészni, akár egy madarat is. Ez olyan élményeket hozott még ifjúkoromban, hogy akkor én nagyon szerettem, sőt szenvedélyes vadász voltam, de hát aztán másfelé mentek a dolgok, úgyhogy abba hagytam. Thank you.
valahol a Mérleg utca környékén egy borozóban kért egy pohár bort, és ott állt egy ember, és nagyon merően nézte. És Gábor már kezdett zavarba jönni, ez az ő története, tőle hallottam, és furcsa volt, hogy ez az ember ennyire nézi, és akkor utána odament, és azt mondta, ugye maga DNS Gábor festőművész. És akkor mondta Gábor, hogy igen, az vagyok. Szóval én Tandori Dezső költő vagyok. És azt mondja Gábor, de hát mi még azt hiszem nem találkoztunk. Azt mondja, valóban nem találkoztunk, de láttam a képeit, több kiállítását megnéztem. És ahogy itt állt ezzel a pohárborral a kezében, arra gondoltam a képei alapján, ez csak DNS Gábor lett. Most annyira szeretnék bátrabb lenni, mert néha már végtelenül unom magam, és utálom is. Tehát a gyávaságomat, a félénkségemet. Nem mintha az is talán hozzátartoz, de valahol... Nagy szavak ezek, de úgy érzem, valahol valamiben lépni kéne, de megfogalmazni nem tudom. Tehát itt csak is, mint ahogy talán az elején kezdtem, csak is a felület dönti el, meg az a, talán az a koncentráció, amit néha úgy érzek, mint hogyha nem csupán én határoznék meg. Tehát elképzelek egy szerdai napot, vagy egy csütörtöki napot, hogy az ilyen lesz, hát nem olyan lesz. És váratlanul érve viszont... Akkor olyan lesz, hogy egyszer csak úgy elkezd futni, elkezd szaladni valami. És ijegység nélkül, és bátran, és akkor az jó, csak... Végül is, most el kell hangozik, hogy kérdésre válaszolva, roppant nehéz. Nagyon őszinte vagyok, nem tudom. Szóval nem tudom úgy megfogalmazni se, mint ahogy önmagamnak se, hogy na, most van egy kép, amit majd fogok csinálni, hogy mi lesz rajta. Fogalmam nincs. Halvány kis sejtéseim vannak, és mondom, megint csak abban bízok, hogyha valahol úgy elindul, akkor tudom követni, és szót tudok neki fogadni úgy, hogy egy írtó jó tárgy kerekedjék ki a végén belőle. És időbe abba hagyni, és főleg, amit mondani akarok, hogy most így öregebben úgy érzem, hogy sok bátorság hiányzik még. Most a bátorságot félre, nem szabad félreérteni, én nem akarok stílust váltani, és nem akarok átmenni egy olyan fajta absztrakcióba, mert így is az, mert óvatatlanul absztrakt, még akkor is, hogyha figurák vannak rajta. Tehát itt ez de egy olyan fajta dologba, ami alá ne írnám bátran alá újfent, hogy DNS Gábor. Tehát viseljék jeleimet, engem hurcoljon, rólam meséljen. Csak mivel, hogy hát rengeteg minden történik a világban is, és óvatatlanul rá kell döbbennem, hogy mennyire érzékeny vagyok, tehát túlérzékeny is arra, ami körülöttem történik, és nem minden esetben jó. Na hát valahol ennek is, ezt is valamilyen formában és módon kifejezni. Hát
most nincsenek meg, de talán majd szerepel ezen a képlistán, amiket majd még talán műterembe fölveszel, ez, ami hát az utóbbi időképei, amik hát nem vidám képek. Hát ez a kép, ezt másodéves főiskolás koromban festettem. Na, annyi a kis rövid története, hogy én a Bernát Aurélhoz jártam, és akkor az Aurél mindig azt hitte, hogy én majd átmegyek grafikára, mert hát inkább ilyen rajzba érezte az erősségemet, de amikor ezt úgy meglátta, akkor nagyon kedvesen egy évvégi szakmai bemutató utána is azt mondta, hogy hát Gábor, azt mondja, lehet, hogy festő lesz belőled. Hát ezt azért őrzöm, egy kicsit megkopott főiskolai, másodéves főiskolai képen. Itt fölöttünk van egy madár, apám nagy vadász volt, és akkor még hát lehetett ragadozókat is lőni, és ő tömette ki, de én átfestettem, hogy énekes madár legyen ebből a ragadozóból, úgyhogy hát ezt itt őrzöm. Itt barátaimnak vannak rajzai, képei, tanítványaimnak. Ez nem, mert ezt még a
dédnagypapám festette, lehet, hogy titkon tőle örököltem valamit. Ő, aki soha nem tanult ezt a szakmát, egy más foglalkozású ember volt, én tehát nem ismertem személyesen, de nagyon szeretett festegetni. Mert azt hiszem, inkább ilyen törvényszéki bíró volt, de amikor ideje volt festett, és nagyon mívesen tűecsettel. Hát ez is egy ilyen kis külön helyiség a házba, hát itt fölül van egy ilyen kis vendégszoba, mert van, amikor sok vendégem van, akkor ők itt alszanak. Itt alul meg hát itt szoktunk játszani, rekszezni, és hát nem tudtam már hova rakni, hát ide fért be a főiskolai diplomamunkám, ami annak idején olyan volt, hogy mindenkinek egy ilyen murális tervet kellett készíteni, hát ez goblen tervnek számít, volt, aki mozaikot csinált, és a többi, és a többi. Hát ez egy goblen terv. Ez volt a diplomamunkám, ami hát, hogy röviden annak idején, akkor a Domanovszky Endre volt a rektor, és neki megtetszett, talán még ennek is köszönhetem, hogy utána, hát amire nem is számítottam, én azt hittem, hogy nem szeret engem. Mindig csúnya kritikákat kaptam róla, és hát a legnagyobb meglepetésem volt, hogy 7 éves koromban elkészült ez a diplomamunka, és utána behívatott az irodája, és azt mondta, hogy na pupák, mert ez már egy kedves megszólítás volt részéről. Bemaradna itt a főiskolán tanársegédnek? Hát én azt hittem elájulok, életem talán egyik legboldogabb napja volt, és pont az, hogy ezt pont ő mondja, és mondta, hogy ő azért végig nyomon kísérte az én munkásságomat, hát néha nagyon szigorú volt, de örülne, hogyha bemaradnék tanítani. És hát azért ez egy meghatározó dolog az ember életében, mert hát aztán ott én 25 évet le is nyomtam, ami hát nagyon jó volt. Na de hát erről én olyan sokat nem tudok mondani. Ez csak egy kis története a dolognak, hogy ez egy goblen terv, és ez volt a diplomamunkám. Katona Zsuzsa, szobrászművész a feleségem. Na gyere ide, na jó! Mesélj neki a vidítikusról, Gabi. Tudod, mit veszek neked? Vízipisztoly. Mikulás.
és úgy fröcsköllek pofád. Na jó van, na. Ne legyünk ászok. Jó, györöm. Látod? Egy ilyen csajt szeretnék. Kapika, itt az áll alatt simogatj, meg tudod, hogy imádja, hogy itt vakargat. Na jól van, kis babám. És mit haragnál az a hüvelyk kujjomra? Két fiam van, Ádám és Bálint. Időnként ők is lejönnek ide, nagyon szeretnek itt lenni. Most a Bálint fiam, ő a kisebbik, hát most vele kezdem, ő tavaly diplomázott egy ilyen számviteli főiskolán, de kitanult egy mixer szakmát, és csak azért, hogy elmehessen nagyon-nagyon messzire hajózni. De hát ő már kétszer is volt kint Amerikába, most harmadjára van, de ez a leghosszabb, mert fél évre kiment egy ilyen nagy hajóra mixerkedni, aminek hát én nagyon örülök, mert embereket ismer meg, hogy hát ez egy nagy kaland, hát ő 25 éves lesz, hetente ír, hogy jól érzi magát, boldog, sokat kell ugyan dolgozni, de ez mind úgy érzem, hasznára fog válni. Örülök ennek a fiúnak. Na most, hát én örülök a nagyobbik fiúnak is, őt Ádámnak hívják, ő egy évvel, hát másféllel idősebb nálam, egymás után születgettek. Ő talán szakmailag egy picikét közelebb áll hozzám, ő elvégzett egy ilyen épületszobrász iskolát, de vele több egy picit a gondom. Én úgy érzem, egy jó érzékű gyerek, csak, na most, ha ő ezt egyszer meglátja, biztos meg fog rám haragudni, de őszinte leszek, lusta, szóval kicsit elhagyja magát. Úgyhogy drukkolok neki azért, hát most legutóbb is megállapodtunk, hogy én amennyit tudok, úgy szakmailag is azért úgy segítem. Talán egy kicsit még rajzoltatni is fogom. Egy kedves, aranyos, őszinte nagy lusta gyerek. Jó itt lenni!
képeket kéne festeni. Hát ezek... Hát most azért makogok, nyekegek, lotyogok, mert azt hiszem, hogy minden művész, egy író, egy zenész hasonlóan, hogy mikor találja már el azt, amikor dur, és akkor megszólal. És úgy hagyja, és boldog. De nincs receptúrája. Szóval ennek már teljesen önálló receptúrája. Az élet adja, és az egész, amiket megfigyelek, tényleg utóbbi időben, és függetlenül itt a kiállítása, magamon, tehát ahogy korosodok, hogy a boldogság szituációk is mások, és néha olyan dolgoknak tudok örülni, ami mellett azelőtt elmentem, most meg fog, meghat. És fordítva ugyanez. Tehát a bánat, az talán még erősebben harap, még mélyebben érint, mint a régebben. Régebben egyenletesebb volt, most a skála nagyobb, érzelmi skála. Na ez az a nagy kérdés, hogy most bölcsebb lettem, vagy hülyébb lettem, ezt én nem tudom eldönteni. Még szívom a levegőt, és még szeretnék festeni egy-két jó képet. Ennyit végül is, nem tudok többet mondani. Okay, 1, 2, 3, 4. Oh, no, I am now, yeah. Live in Western Isles, mantle of the wind, forcing you to bend, of those Western smiles. On the shore.